Az elmúlt év nyarán az élvonalbeli Zalaegerszektől igazolt a feljutást megcélzó oroszlányhoz Mohácsi Máté. A nyíregyházi nevelési kosárlabdázó gyorsan alapember lett új csapatában, amelyel az alapszakaszban mindkétszer legyőzték a nyíregyháza Blue sharks A rájátszásban nem találkozott a két együttes, a két cápák végül negyedikén zártak, míg az oroszlány a MAFS és a Veszprém legyőzésével megszerezte a bajnoki címet. Sokan mondták már ezt előttem, hogy minden évben ez a minden idők legerősebb B-csoportja. Ez az utóbbi három évben szerintem tényleg tendenciózusan növekszik az ereje. Egyre több a csoportos játékos igazó B-csoportba, a többi játék lehetőség reményében, illetve hát tényleg a nagyobb kihívás reményében. Úgyhogy azt gondolom, hogy valóban ez az év ez, ez nagyon erősre sikerült minden téren, tehát főleg ez a négy csapat kiemelkedő játékerőt képviselt a Veszprém, a Mavca, a Nyíregyháza, illetve az oroszlányi gárda. Úgyhogy azt gondolom, hogy végül is igazságos eredmény született a mi felításunkkal, mert nagyon sok munkát rakott bele a csapat, és azt gondolom, hogy az edzés minősége is átcsoportos volt, de tényleg, tényleg azt gondolom, hogy ez egy jó bajnokság volt. Mohácsi Máté már több éve tagja a 3 x as válogatottnak, amelyel a hazai rendezésű Debreceni Európa-bajnokságon lép majd pályára nyár végén. Kicsit más volt ez a nyár, miután ugye mi vagyunk a rendező ország, ezért nem kellett selejteznünk, tehát kimaradt úgymond a júniusi selejtező. Ettől függetlenül volt egy hónapos összetartásunk, illetve voltak tornák, ahol játszottunk. Csirke Ferenc edző próbálja összerakni azt a négyest, ez az adott négy játékost, aki a legjobban tud szerepelni. Tehát még végleges keretről nem tudok beszámolni, de, de augusztus 30-31-e, illetve szeptember 1 között van Debrecenben a hazai rendezés Európa Bajnokság, ami azt gondolom, hogy egy nagyon jó értékmérő lesz, és nagyon jó érzés lesz játszani azért több mint ezer ember előtt a Debreceni főtéren. Erre készülünk augusztusban még két hetet, és neki megyünk az adott ellenfélnek. Mivel a 3x3-as kosárlabdai szerepel az olimpia programján, a hazai szövetség kiemelten menedzseri a csapatot. Tokióba a jövő évi kvalifikációs tornáról juthatnak ki mahácsiék.